Sziasztok! Elindultunk Monori erdő felé. Van ott egy kis dolgunk. De útközben láttam egy nagyon jó kis drónozni való témát. Úgyhogy fölküldtem a drónt, csináltam egy pár felvételt, videót, fényképet. A Vera is készített pár fényképet. A nem sokára megjelenő videó összeállításban ezt meg is láthatjátok. Aki nem tudná, illetve nagyon sokan nem tudjátok valószínűleg, pár hete visszajöttünk Magyarországra nyaralási célzattal, nem hazaköltözési célzattal. Két hétre terveztük körülbelül, hát most már lassan, illetve hát több mint egy hónapja itthon vagyunk most már. Magyarországon voltunk egy pár helyen, legfőképpen a 30 fok felett hőmérsékletet tekintettel, inkább strandon, nincsen múzeumban. Megmondom őszintén, én jól érzem magam. Mondjuk értelemszerűen egy ember nem kell dolgoznia, csak föl kell reggel, amikor föl kell, és napközben azt csinálja, amihez kedve van. Azért így lényegesen egyszerűbb az életet jónak látni. De voltunk a Tősfürdői strandon, több ízben el voltunk már a Jászállási strandon, Jászberényi strandon is voltunk mind a kettőn. El akartunk menni egyszer, illetve el is mentünk tulajdonképpen a Tiszához egy szabad strandra fürdeni, de nem néztünk előtte utána, és mivel árvíz utáni állapotok voltak, illetve hát tulajdonképpen akkor is árvíz volt, ugyanis majdnem a büfékig kiöntött a Tisza. A büfék üzemeltek, tehát hogyha valaki tévedés volt a Tiszához, mint mi is, megbírt inni egy kávét, csőbe tudott tenni esetleg egy hamburgert, de fürdeni a Tiszában nem lehetett, mert nagyon magas volt a vízállás, erős volt a sodrás, és hát ugye ilyenkor elég komoly a fertőzésnek a veszélye is, tehát le volt zárva a szabadstrand rész. Sétáltunk, körülnéztünk, ittunk egy üdítőt, nagyon jó volt. A Tiszató körül kocsikáztunk, hát ilyen kicsit véletlenszerűen megálltunk különböző helyeken, fölküldtem a drónt, csináltunk fényképeket, videókat, illetve volt egy csárda, a fűzfa csárda, még nagyon-nagyon-nagyon régen, 10 évvel ezelőtt jártam arra kocsival egy párszor, még áruszállító koromban, és ez a fűzfa csárdát mindig megütött a szememet, pont a poroszló előtt a kanyarban van. Nagyon kis hangulatos bungallók vannak, illetve van egy főépülete is, és annak idején így belegondoltam, hogy de jó lenne egyszer akár leülni ott, meginni egy sört, vagy kávét, akár megebédelni, és most adódott rá lehetőségem itt 10 év elteltével, úgyhogy megtettük, bementünk, megebédeltünk, körülnéztünk, megnéztük a bungalókat, Tiszató partján van, illetve van egy nagyon helyes saját kis tavuk, kis fahiddal, úgyhogy nagyon hangulatos kis hely. A másik érdekes dolog poroszlóval kapcsolatban, egy pár éve épült a poroszlói ökocentrum. Először mi sem tudtok mi ilyes, csak belefutottunk egy hirdetésbe, és ha már Tiszatónál voltunk, megnéztük, hogy miről is szól ez a dolog. Ez egy nagyon hangulatos, illetve nekem nagyon tetszett az egész komplexum. Leginkább fiataloknak, illetve gyerekeknek szól, de felnőttek is természetesen élvezhetik az ilyen dolgokat. Amit érdemes tudni róla, hogy itt található Európa legnagyobb édesvízi akváriuma. Van egy alagút is, ahogy az akvárium alatt vezet át, illetve a külső téren vannak őzek, pelikánok, van kültéri medence, ahol károkatonákat, vagy más néven kormoránokat lehet nézegetni, vannak teknősök, van egy kis madárröptetőjük, tehát egy nagyon érdekes formátumban mutatják be a Tiszató élővilágát. Nekem nagyon tetszett, én eleve nagyon szeretem a természetet. Van egy nagyon magas kilátótornyuk, onnan nagyon szép és érdekes kilátást nyílik a Tiszára. Nekünk kicsit szerencsétlenségünk volt a kiránduláskor, ugyanis szerintem a nyár egyik legmelegebb napján voltunk, és mivel nemrég épült az egész ökocentrum, ültettek fákat árnyék miatt, viszont még ugye nem nőttek meg, tehát kint a tűzönapon sétáltunk, és nagyon-nagyon melegünk volt. Csónakáztunk is, ez benne van a programra, kétféle jegy van,
egy olcsóbbik, ami nem jogosítva mindenre, illetve mindent bele csomag. Abba volt egy 3D-s mozi is a Tiszató élővilágáról, nagyon érdekes volt, illetve kivittek minket egy közel egy órás hajótúrára, körülbelül 8-ad magunkkal. Nagyon érdekes helyekre jutottunk, ugye ezt a csónakot egy helyi idegenvezető vezeti, aki nagyon jól ismeri a Tiszatavat, és különböző nagyon érdekes helyekre elvitt minket. Láttunk vidrákot lent az akváriumban. Ja igen, az akváriumban nagyon sokféle hal van, ugye a Tiszatav élővilágot mutatják az akváriumban, van vidra is, csukák, harcsák, mindenféle hal. Érdemes rászer egy egész napot, bár hogyha az ember nem a mindent belejegyet veszi meg, akkor egy fél nap alatt végig lehet nézni kényelmesen mindent. Nem.